lányok, ki mit visel ma? Tiana, mint mindig iskolába megyünk, nem bulizni. Knopa, nem, menőn kell kinéznem. Ha találkozom ezzel a zip idiótájával, csodálatosan kell kinéznem. Érdekes, hogy hívják ezt az idiótát? Még a nevét sem tudjuk. Knopa, biztos, hogy Z-vel kezdődik a neve, nem érdekel. Nem kell félnetek, fiúk, találkozunk ezekkel a kosarasokkal, és elmagyarázom nekik, hogy kik is vagyunk mi. Zip a suliban mindent megold. Halló, fiúk, figyeltek rám? Mit néztek? Hogy a szerelmemet nézitek, ugye milyen gyönyörű? Igen, egy menő zombi. És szép neve van. Ziana. Kihagynál egy ilyen lehetőséget? Mi vagyunk a legmenőbb pomponlányok. Gondold át, különben megbánod, hogy nem csatlakoztál a csapathoz. Ice, pizzát, brokkolival. Szóval, Kabala, hiába vártad a pomponlányaid? Nem tudom, miért nem jöttek edzésre, megbeszéltem velük. Valószínűleg elaludtak, és tegnap pedig a klubban voltak. Nem, ez csak azért van, mert Zip itt sétál a csajával. Diana pedig nem akarja látni, mert még mindig érez valamit iránta. Mi? Zip idejött a suliba? Nem már. Ja, Zip jött a csajával, és Diana kiugrott az ablakon. Figyelj, Smiley, ne örülj. Még jó, hogy Zip a csajával jött, most nem fog Diana után futni. Azt hallottam, hogy Zip el akar bánni velünk. Kíváncsi vagyok, hogy hogy csinálja. Ő egyedül van, mi pedig hárman. Ugyan, az egész csak szóbeszéd. Egyedül elbánok Zippel, nem félek tőle. Ő egy senki. Ne felejtsd el, hogy ő egy zombi, neki több ereje van, mint nektek hármótoknak, szóval maradjatok távol tőle. Rendben. Köszönöm, kedves! Láttad ezt? Ő tetszik nekem. Ő is tetszik. Csúnyák szerintem. Mondd, hogy tanuljunk velük az iskolában? Nézd, libabőrös vagyok, félek. Nagyon félek.